Sziasztok! Ahogy azt ígértem, most az Alexandra botrányról lesz szó, illetve annak előzményeiről és a valószínűsíthető utóéletéről. Na most. Nyilván már ismer, vagy ha nem ismertek, akkor most tájékozlak titeket, hogy az Alex kikerült egy levelezés az internetre. A Alexandra vezetője, Matyi Dezső, és a könyvkiadók, tehát a könyvkiadók felé írt üzenete került fel az internetre, ebben jelezték, hogy bocsi, nem tudnak fizetni. Forduljatok egy másik céghez, majd azt tudnátok törleszteni. A könyvkiadók válaszul sokan visszahívták a könyveiket, mások pedig már idén nem is küldtek könyvet az Alexandrába. Valaki már tavaly sem nagyon tette. Ez pedig azért volt, mert az Alexandra már évek óta tartozik nagyon nagy összegekkel könyvkiadók felé, ugyanis nem nagyon szerettek fizetni a eladott könyvekért. Tehát ha te mentél az Alexandrába, és megvettél egy könyvet, akkor az a pénz nagy eséllyel nem jutott vissza a kiadókhoz. Tehát hiába vetted meg a könyvet, hogy támogasd a hazai könyvpiacot, te csak az Alexandra privát zsebét tömted meg. Hogy az a 4 milliárd, vagy több 4 milliárd forintos tartozás, amit gyakorlatilag mindenfelé szétszórta Alexandra, kihez tartozik, milyen cégekhez vándorolt, kiknek a zsebébe vándorolt, azt nekem nem tisztem megítélni, de van egy olyan gyanús érzésem, hogy ezek magánzsebbe kerültek, tehát rokonokhoz, barátokhoz, ismerősökhöz. Elég csak a magyar politikai életből kiindulom, és nem nehéz kitalálni, hogy ekkora pénzek hova tudnak vándorolni. Mert magaiként a könyvszakma nem lenne veszteséges, ha nem lenne a könyvterjesztőknek ez az áldásos szokása, hogy nem fizetnek időben. Mert ha például abban a hitben vagy, hogy a könyvpiacon minden békés, normális, rendezetten felépült, akkor téved. Én ideig dolgoztam könyvesboltban, dolgoztam kiadóknak, gyakornokként, meg újságíróként, segítettem itt ottam, tehát van egy rálátásom arra, hogy hogyan működik ez, és így értek el, hogy nagyon nem úgy, hogy azt elképzelitek. Ahol logikát és összetettségnek kéne lenni, ott káosz van, és egy ember privát akaratának való megfelelés. Egy jó kis magyaros posztkommunista átgondolatlanság. De hát ez van. Na most. Az Alexandrát azért se érdemes egyébként sajnálni, mert fénykorukban is megcsináltak nagyon sok rondaságot. Például szokásuk volt kiadókat a csőcillére vinni, hogy aztán felvásárolják őket. Európa például. Tehát vinni, és annyira én is ilyetünk ezenek a pegykáknak. Mindig is ilyen maffia módszerekkel dolgoztak. Én például egy ideig a webáruháznak segítettem, egy rövid ideig, és azokat az ismertetőket kellett feltöltenünk a megvásárolható könyvekhez, amelyeket az Alexandra bocsátott a rendelkezésünkre. Na most azokban az ismertetőkben egy link volt elhelyezve, mely visszairányította az embereket az Alexandra oldalára. Érted? Nem elég, hogy te megveszel az Alexandra nagykerétől a könyveket, még azokat se tudod eladni, anélkül, hogy valakit ne irányítanának az Alexandra fő oldalára, a webshopukhoz. Hát ez rohadékság volt. És sok apró, hasonló kis bűnöcske gyűlt össze nagyban az Alexandránál. Persze az alkalmazottakkal, meg ezekkel nekem nincs kapcsolatom, és őket nem is tudom bántani, mert nem tehetnek semmiről. Itt inkább megint a fejtől büdösödik a láb eset elfönt. És hogy nyilvánosságra kerültek az Alexandrának az egyéb ügyei is, hogy mennyi szerződést tologattak egyik cégtől, másik cégtől, harmadik cégig, mennyire sok kerülés volt itt, mennyire sok volt a susmus. És a legrosszabb egyébként az, hogy ennek a legnagyobb részét mi szívjuk majd megolvasuk, mert az Alexandra becsődölése valószínűleg magával fog rántani egy csomó könyves vállalkozást is. Én például nem lennék meg lefa, hogyha egy csomó kisebb kiadó menne tönkre, vagy egyesülne másokkal, vagy kerülne felvásárlás alá, akik mondjuk jó könyveket adtak ki. Több kiadó is jelezte, hogy akik visszívták a könyvüket, azok rengeteg millió forinttól estek most így el, nyomogatják a sebeiket. Úgyhogy most jött el az a pillanat, hogy felrobbant ez a régóta ketyegő bomba, és most már nyílt bojkottra buzdítanak többen az írók közül is, hogy ne az Alexandrában vegyétek fel a könyveiteket. Hát igen, az Alexandra bukása jellegzetesen bemutatja, hogy mennyire nem jó
hogyha a könyv kiadásban megjelenik a kapricság. De ezzel nem lehet mit csinálni, gyakorlatilag az egész világ erről szól, az egész marketing, üzleti, kereskedelmi szféra erről szól. Csak Magyarországon még kiegészül azzal a jó kis posztkomcsis ízzel, amit még sötétebbé teszi az egész helyzetet. Amikor kéne a siker, de dolgozni nem akarunk érte, amikor fizetni, az, hogy valami működjön, fizetni kéne, de azért nem akarunk fizetni, fizessen más, felelősséget áthárítani másokra. Igazából azért basz fel engem az egész, mert annyira infantilis módon viselkednek itt felnőtt emberek, hogy az felbasz. És ennek visszadjuk meg a levét, mert egy nagy csomó könyv valószínűleg nem fog megjelenni, ezért mert megszűnnek a kiadóik majd, meg ilyenek. Tehát számíthatunk arra, hogy ez meg fogja viselni a könyvpiacot. Én mondjuk annyira nem féltem azért a könyvpiacot, de azt tudom, hogy sokan le fognak morzsolódni, biztos vagyok benne, hogy sokan le fognak morzsolódni, ha csak nem történik meg a csoda, és hirtelen mindenkinek vissza tudják adni a pénzt, akinek tartoznak, mert könyvterjesztők nem jönnek kiadók nélkül, és ez fordító is igaz. Viszont a kiadók meg tudják oldani, hogy a könyveiket saját webáruházokon belül értékesítsék, és én is erre bátorítok egyébként mindenkit, hogy aki teheti, az ne az Alexandrában vásároljon, hanem kisebb könyvesboltokban, vagy esetleg kiadóktól online, vagy személyes átvétellel, hogyha meg tudja oldani. Mert most tényleg, tehát egy ilyenfajta maffia vállalkozás, mint az Alexandra, szerintem nincs értelme támogatni. Úgy tényleg. Nem is emlékszem, mikor vettem utoljára könyvet az Alexandrában. Az, hogy a többi könyvterjesztő mit csinál és hogyan csinálja, figyeljetek, igazából biznisz, tehát és Magyarországon ugye a biznisz mindig is büdös volt egy kicsit, tehát mindig volt egy árnyoldala, egy jellegzetes árnyoldala. Én biztos vagyok benne, hogy a minden könyvterjesztő csinált már stikliket, tehát senki nem patyolat tiszta, de az Alexandra átadta a legtöbbet. Szegény Frey Tamás, sajnálom, akinek egy Scorpius tönkre ment, akkor átment az Alexandra, az most az Alexandra került rossz helyzetbe, most akkor megint át kell mennie majd valaki máshoz publikálni. Úgyhogy ja, nem valami rózsás helyzet. Úgyhogy igazából én ebből ennyit akarok elmondani. Én abszolút nem, én is beállok azok közé a szerzők közé, vagy emberek mögé, akik azt mondják, hogy na az Alexandrában vásároljatok, mert azzal nem támogatjátok meg a könyvkiadást, se a szerzőket, akiket szerettek, senkit. Csak az Alexandra privát zsebét. Ez persze azzal fog járni, persze, hogy sok alkalmazott veszti el a munkáját, de igazából ez benne van a pakliban. És sajnálom is őket, de tehát ez van, nem ők tennek róla, hogy a főnökük egy megbízhatatlan ember. Szóval ne az Alexandra vásároljatok könyvet, hanem kiadóknak a privát webáruházait, nézzétek meg és ott válogassatok, hogy esetleg menjetek egy Librihez, vagy Lirához, vagy kisebb könyvesboltokhoz, ahová akartok, csak ne az Alexandrából vásároljatok maga a könyveiteket. És olvassatok sokat. Jövő héten Clive Barker a Vér Evangéliuma című regényét fogom bemutatni, amit szerintem már régóta vártok tőlem. Hát most el fog jönni ez a pillanat. Addig is sziasztok!